A kormányzat hétfőn este benyújtotta az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. Részben 4 törvény rövid átírásával, indoklással együtt 10 oldalas módosító javaslattal szeretné megszerezni a kormány azt a 7,5 milliárd eurót, vagyis mintegy 3000 milliárd forintot, amit az Európai Bizottság indítványa szerint zárolna. A módosítás első része azt mondja ki, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal az EU csalásokat vizsgáló szervének az Olafnak a megkeresésére, az ellenőrzésekhez, vizsgálatokhoz pénzügyőri segítséget nyújt. Ehhez az uniós csatlakozásról szóló törvényt, valamint a NAV törvényt szeretnék módosítani. A második rész a közbeszerzési törvényt módosítja olyan módon, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat konkrétan nevesíti azok között, akik közbeszerzés kiírására kötelezettek. Emellett pontosítják ezen alapítványokkal kapcsolatos összeférhetetlenségi szabályokat is. Az Európai Bizottság november 19-éig adott haladékot a kormánynak, addig kell bebizonyítani, hogy Magyarország nem csak ígéri, hanem valóban lépéseket tesz a korrupció felszámolása érdekében. Tehát Lánci András megmondta, hogy a rendszer lényege a korrupció, a rendszer lelke a korrupció. Akkor hát most azt követeli a Európai Unió Magyarországtól, hogy a saját lelkét számolja fel, hogy bontsa meg mindazt a belső entitást, amire rétegződik, mindaz, ami a magyar állam szelleme, meg a magyar állam teste. Mint egy rossz puha tréner viselkedik az Unió ezek szerint a magyar lelkülettel szemben, hogy lehet, hogy fel tudja készíteni arra, hogy együttműködő, és az Unió, hogy mondjam, még továbbra is felzárkóztatás alatt pénzforrásokhoz jutó tagja legyen. Na de kit készít fel? Hát elfogy az entitás, hát igen, ami korábban a korrupció által meg volt határozva. Hát az identitása. Az a döntő, hogy ami az Európai Unióból Magyarországra nézve korrupciónak látszik, az Magyarországról Magyarországra nézve nemzeti tőkés osztályépítésnek bizonyul. Hát ez valami, az ő nyelvükön ez korrupció, Magyarország erre egyáltalán nem korrupcióként gondol, ez is a hatalomnak egy biztosítéka, mert Magyarországon Orbán Viktor bármit intézkedik, az önmaga hatalmának a biztosítása érdekében teszi. Hát vagy legalábbis annyit kérnek, és most már egyre inkább követelnek, hogy legalább ne a skandináv vagy német adófizetők pénzén történjen a nemzeti középosztály építése. Mert ugye az egész uniós beavatkozása az nem érinti amúgy a magyar költségvetési pénzeket, tehát a magyar adóforintokat, az továbbra is felhasználhatná a NER a nemzeti középosztály építésére. Ne hívjuk középosztálynak, kérlek, ez egy nagy tőkés osztály. Nagy tőkés osztály. A nemzeti az egy olyan jelző, ami nyilván hozzátartozik, mert Orbán Viktor bármit csinál, azt nemzetinek nevezi, és attól nemzeti, hogy Orbán Viktor csinálja, de hogy ez nem középosztály, pont a középosztály hiányzik, és itt most egy nagy tőkés osztályt épít, és azt gondolom, hogy pont a NER-nek a lényege az, hogy ez a felső osztály, ez a nagy tőkés osztály, illetve a deklasszált tömegek kötnek egymással egy szövetséget a középosztállyal szemben. Ugyanilyen módon a nyugdíjas tömegek és az állam köt egy szövetséget a középkorúak meg a fiatalok ellen. Tehát ez a nemzeti együttműködés rendszerének, ahonnan én nézem, az a nemzeti együttműködés rendszerének a logikája. Teljesen egyetértek, az a baj, hogy a rádióban nem látszódnak az idézőjelek, igazából idézőjelben tettem volna ezt a nemzeti középosztály fogalmát. Itt tényleg egy rendszerközpontú és egy Orbán központú holdudvart épít, és ez a NER, ugye egyre inkább lényegében az Unió az elmúlt 12 évben fokozatosan felismerte. Nem is az, hogy felismerte, ezt már korábban is látták, hogy itt miképpen nyújják le az uniós pénzeket. Az a világítás, probléma, aszfalt, szökőkút, díszburkolat. De hogy ez a legkevesebb, mert ez még a jó része, mert ezek legalább elkészülnek. Hanem arról van szó, hogy milyen módon jutnak el ezek a közbeszerzések olyan vállalkozóknak a megbízásához, olyan vállalkozóknak a kezébe, meg zsebébe, amely vállalkozóknak nem kell másokkal versenyezniük, hiszen a hűségük alapján választódnak ki, és nem a féle pályázati
elbírálás nyomán. Na most akkor erre mondanám a védelmükben, hogy de hát Robi, hát minden esetben közbeszerzésben döntünk arról, hogy ki lesz a nyertes, csak ugye arról nem szól a fáma, hogy ki milyen információkkal indul, illetve kire hogyan pozícionálnak egy kiírást. Hogy meg a kiválasztásnak a szempontja az nem feltétlenül az alkalmasság, hanem feltétlenül a hűség. Na de most ezzel, tudod, én ezt pozitívumként hallom, hogy legalább megnevezzük azokat az alapítványokat, amelyek közbeszerzési eljáráson keresztül kell, hogy beszerezzenek, de közben meg egyrészt nem változik az alapítványokba kiszervezett tulajdonlási struktúra, másrészt meg hát a közbeszerzés az továbbra sem hangzik egy ilyen óriási vastag falnak, ami a becsületet védi. Hát látjuk, hogy ki lehet játszani, és személyre lehet szabni. Ugye ez egy fontos követelés, hogy csökkentsék ugye minimálisra az egy résztvevős közbeszerzéseknek a számát, hogy legalább legyen egy verseny. Na most egyébként a NER-ben miből állna valamennyire ugye keríteni egy alternatív versenyző partnert, tehát különböző oligarchákból is van egyébként több. Ami az érdekes az, hogy miért lett ez már európai téma, az, hogy ugye lenyúlják az uniós pénzeket. Az, hogy Orbán Viktor 2018-ban úgy gondolta, hogy biztos kétharmad birtokában ő már unja a magyar kispályát, és akkor az európai játéktérre kilép. És szerintem ugye Orbán Viktor túl nagyra fújta föl magát, és hát József Attila megfogalmazta, hogy híres vagy, hogyha ezt akartad, és hány hét a világ, te bolond. Most már Orbán Viktor európai tényezővé fújta föl magát, de úgy, hogy nem áll mögötte egy európai tényező Magyarország, hanem egy kicsi, gyenge, kiszolgáltatott Magyarország. És mivel az európai politikában kezdett el kavarni, sőt, ugye már az Amerikai Egyesült Államokban is kezdi bevásárolni magát különböző lobbicsoportokon keresztül, meg hogy meghívatta magát a SZIPEC-re és másokra, tehát tényezőként pozícionálja magát, és tényleg azt látjuk, hogy Kossuth Lajos óta, meg talán Kossuth Lajos óta nem volt annyira ismert magyar politikus, mint Orbán Viktor. Kádár János se volt ennyire ismert, ez meggyőződésem, meg Kumbéla se, mint most Orbán. Vagy a New York Times foglalkozik vele vezércikkekben és a sajtó. És így Orbán Viktor már a különböző EU tagországok nyilvánosságában is téma lett. És lényegében azt láthatjuk, hogy az a nyugati politikus, aki most már nem áll ki Orbán ellen, az a saját országában veszít el szavazatokat. Tehát nem igaz, eddig őket nem zavarta volna különösebben az, hogy lenyúlják az uniós pénzeket, mert mondjuk EU szinten számos ellentételezés kap adókedvezmények és más tekintetében mondjuk a német tőke. De amikor már a Németországban a konzervatív Frankfurter Allgemeine Zeitung és különböző lapok arról témáznak, hogy Magyarországon miképpen nyúlják le az uniós pénzeket, a német adófizetőknek a pénzét, mert Németország ugye többet fizet be, akkor az a német politikus, aki nem lép föl Orbánnal szemben, az már a saját németországi választásokon csökkenti saját maga és pártja esélyét. Tehát Orbán Viktor francia, német és egyéb belpolitikai tényező lett ebből a szempontból, mint egy ilyen mumus. A személyével avatkozik a belpolitikájába a másik országnak, tehát kell hozzá valahogy viszonyulni. És ezért indult meg ez az egész föllépési folyamat. És hát az a magyar kormány, amely teleszájjal brüsszelezik, meg teleszájjal szabadságharcol, már legalábbis a frázisoknak a szintjén, és a teljes propaganda médiája a globális háttérhatalmasságok ellen vív. Ez a magyar kormány most kvázi teljesíti a brüsszeli leíratot. Kvázi teljesíti az elvárásokat. Mindazokat, amelyekkel szemben meghatározta magát, kvázi identifikálta magát, hogy ő a kurucos magyar kormány, amely dacol a brüsszeli bürokraták leírataival, meg követeléseivel, és szuverén, ugye szuverén vezető, szuverén állam a saját érdekében, a magyar emberek érdekében hozza a döntéseket, nem Brüsszel elvárásainak megfelelően, különben itt már régen átoperálnánk a fiúkat lányokká, és a lányokat fiúkká, nem akarjuk. A gyerekeinket hagyják békén, és szeretnénk mi a magunk módján eldönteni a saját sorsunkat. És akkor most itt van a szituáció, amikor visszatartják a pénzeket, és Magyarország egyre másra fogadja el a Brüsszel által diktált törvényjavaslatokat. Hogy fér ez össze a fideszes identitással?
igazából Magyarország az európai szintéren, az igazi nagy politikai szintéren olyan, és olyan volt az elmúlt időszakban, mint a kincs, ami nincsben anulú, aki meglengeti a fakardot, és gyereket, és jön ugye Bud Spencer karakter, és lekevernek egy pofont. Tehát igazából a nagy európai országok, azok Bud Spencerként tudnák lepofozni Magyarországot, a magyar anulút, a fakardos anulút, amennyiben akarnák. Ez még mindig nem az a hatalmas pofon. Ez egyszerűen csak egy ilyen jelzésértékű tockos, amit Magyarország kapott. De nem arról van szó, hogy azért nem pofozzák le Magyarországot, mert Magyarországnak nagyon befolyásos védnökei vannak az európai döntéshozatalban, és ezek a német autógyárak? Hogy valójában Magyarországnak a megrendszabályozásával, Magyarországnak akár az unióból való kizárásával, akár a Magyarország jelenlegi berendezkedésének a valamilyen módon való megváltoztatásával, Orbán félreállításával, ezek a német autógyárak olyan nagyon jó gazdasági lehetőségtől esnének el az itt Magyarországon felállított összeszerelő üzemeknek, a letört szakszervezeteknek, a túlóra törvénnyel megtámogatott összeszerelő gyártósorok üzembiztonságának az extra profitjáról le kéne, hogy mondjanak, és hogy valójában Európának már nincsen tényleges meggyőződése a saját politikai, ideológiai, világnézeti alapjait illetően, mert ezeket a 20. század során a világháborúk rettenetes vérrel, meg rettenetes fájdalommal, traumákkal borították be, és Európa nem szeretne visszatérni a 20. századnak ezekhez a véres évtizedeihez, amikor nagyon komolyan vette a politikát. Európa túl komolyan vette a politikát. A 20. század széltében hosszában két világháború és két rettenetes totalitárius diktatúra az, ami Európát hát egyrészt fölszabdalta, másrészt meg végtelenül meggyötörte, elfárasztotta, kiégette. És most Európa úgy van, hogy tulajdonképpen az európai identitás a gazdasághoz menekült a politika elől. Már nem mer hinni igazán semmiben, még csak a jogállamiságban sem, még csak a demokratizmusban sem annyira, hogy az fontosabb legyen, mint a gazdasági érdekek, mint a német autógyáraknak az extra profitja. És hát mivel Európa elsősorban gazdasági egység és nem politikai egység, ez egy nagyon nagy mulasztás egyébként. Mert nem azért hozta létre az Európai Uniót Adenauer meg De Gaulle, hogy az Európai Unió az idők végezetéig az intézményes önzésnek a struktúrája legyen, hanem azért hozta létre, hogy az integráció az egy idő után kiterjedjen a politikára, adópolitikára, külpolitikára, közös hadseregre, közös szociális politikára, valamiféle szolidaritásra, ezek mind nem valósultak meg, hanem kizárólag a gazdasági egység valósult meg, és ebből aztán az következik, hogy Európának a politikája nem tud olyan fontos lenni, mint a gazdasága, ennek megfelelően a gazdaság vezetői azok, akik Európa tényleges urai, a gazdasági szempontok élveznek prioritást a politikai szempontokkal szemben, ennek megfelelően nem Angela Merkelnek, vagy akár Emmanuel Macronnak vannak gazdasági partnerei, vagy gazdasági alattvalói, olyan cégek, amelyeknek az érdekében ő eljár, hanem éppen ellenkezőleg. A német multinacionális cégeknek van egyfajta hivatalos intézményes képviselete a német állam képében. És azt hiszem, hogy Franciaországban sem nagyon más a helyzet. Tehát valójában az igazi probléma az, hogy Európának szépen lassan vissza kéne találnia a saját politikájához, a saját ideológiájához, a saját gazdasági érdekeitől, és talán ez a háború Oroszországgal esetleg felgyorsíthatja ezt a folyamatot, és talán ennek a jele az is, hogy Európa kezd észhez térni, és észreveszi azt a latorállamot, amelyik hát folyamatosan szembe megy Európának az eszményével, már ha van neki olyan, folyamatosan szembe megy Európának az identitásával, már ha van neki olyan, folyamatosan szembe megy Európának a gazdasági és a alapvető pénzügyi
érdekeivel, már amennyiben szétlopják az uniós fejlesztés, a fejlesztésre szánt uniós forrásokat, de amíg Európa gazdaságáért ténylegesen felelős multinacionális nagyvállalatok előnyös megállapodásokat tudnak kötni Orbán Viktorral, addig nincs az a politikai hatalom, amely Orbán Viktort megregulázhatná, és Orbán Viktor jól számol Európa gazdátlanságával. A történelemben két nagy klasszikus államszervezési típus létezik. Ugye vannak a katonatípusú államok és a kereskedő típusú államok. Németország nagyon sokáig katonatípusú állam kívánt lenni. Az első világháborút kirobbantotta azért, mert úgy gondolta, hogy az idő ellene dolgozik. És hogy bezárva a gyűrű Németország körül, az ostromlott erőt komplexus volt, elvesztette a háborút, fölben döngölték. A második világháború szintén valamennyire ebből, ugye a részben az első világháború okozta frusztrációból tört ki, Németországot fölben döngölték és kettészakították. És aztán a 2000-es évekre Európát uralta a német gazdaság. Lényegében a két világháborúban földbedöngölt, kettészakított Németországnak olyan volt a gazdasági potenciája, hogy így is a német gazdaság körül forog Európa. És gondoljunk bele, mi lett volna, hogyha a német vezérkarban nem gondolják úgy, hogy az idő ellenünk dolgozik, hanem kereskedni próbálnak már a 20. század elején is. Amikor Robi összeszerelő üzemeket említ, ugye korábban értetően kifejtette, hogy a nagyon fejlődő országok egyértelműen a termelést, a nagyon centrumban lévő országok egyértelműen a fogyasztást teszik hozzá a piachoz, mi még itt in between, itt közötte a viszonylag szakszerű, de még olcsó összeszerelésért tudunk felelni, míg jó, hogy nem a svéd ipar oszlopai vannak hazánkban, hanem a németé, mert az IKEA összeszerelése, hát az otthon történik, ugye? Az IDEA intézet közzétett egy kutatást, ami szerint a teljes népességben 11%-kal csökkent a Fidesz támogatottsága, ha jól értem, akkor 32%-ra. Minden esetre én ezt a 11% pontot figyelném meg. Ez azt jelenti, hogy a rugalmasság az EU felé egy nagyobb pofavesztés, mint a forrásoktól való elesés, tehát 11%-nyi erős huxit gondolkodó és Brüsszel ellenességet jól fogadó van a megkérdezettek között. De az akkor ők az mi hazánkhoz pártolnak ez alapján? Hát hova máshova? Szerintem ennek a 11%-nak nincsen köze az EU-s döntésekhez, hanem inkább annak, hogy megérkeznek az első számlák, az első energiaszámlák. Hát meg talán a 2006 retro érzés, hogy itt a kormány mindent megígért, mindent szétosztogatott, megnyerte a választást, majd a választást követően hát nem az történik, mint amiről szó volt. Megvádolta Márki-Zay Pétert, megvádolta az ellenzéki politikusokat, hogy véget vetnek a rezsicsökkentésnek, hogy el fogják szabadítani az árakat, hogy megszorító csomagot fognak bevezetni, és hát a következmény az lett, hogy Orbán Viktor nyerte a választást, és végrehajtja mindazokat, amikkel Orbán Viktor a választás előtt a politikai ellenfeleit vádolta. Azzal a különbséggel, hogy egyelőre még nem szivárgott ki beszéd. Hát igen. A másik pedig, hogy az Orbán és a Fidesz sokkal okosabban kommunikál, tehát abból a szempontból az egész ugye szociálliberális kormányzásnak a kommunikációja, az ugye még tükrözt azért reformközgazdász kommunikációját, nem egy 21. századi kommunikáció volt, hanem ott őszintén arra appellált, hogy kiállnak a szakértők, és elmondják, hogy megszorítások kellenek például. És a Fidesz kommunikációjában vannak ilyen titulistás szavak, hogy a megszorítást nem lehet kimondani, mert a megszorítás az a baloldal szótárához tartozik. Egyébként a Fidesz az eszköztárában szintén megszorít, de ezt nem mondhatják nyilvánosan ugye megszorításnak. Hogy hívják? Nem nevezik megszorításnak. Kedvezményeket csökkentik éppen, vagy nem tudom, mindig ezt meg lehet fogalmazni valahogy szépen, de nem is azzal van gondjuk, mert látom, ahogy az újságírók, akiket általában nem kedvel a kormány a jelenlévők között, megpróbálják pont a megszorítás kifejezést kisajtolni belőlük, és tudod, egy intézkedést lehet, hogy mondanának. Egy csomó más néven hívnánk, de tényleg ez az egy konkrét kifejezés olyan, mintha ez
ez lenne az abszolút kerülendő. Ugye néhányan minden idők legnagyobb magyar filmjére hivatkoznak, és hogy épp a 19. századból érkeztek vissza, ezért sem válaszolnak a kérdésre. Nem késett el az Európai Unió ezzel a keménykedéssel véletlenül? Hát itt az elmúlt 12 évben már az Orbán rendszer teljes mértékében kiépült. Tényleg szüksége van a rendszernek a további épüléshez, ugye a oligarcháinak, a Orbán oligarcháinak a további vagyonosításához, a szó szoros értelmében vett korrupcióra. Tehát most ezek az engedmények, amelyeket most Orbán Viktor tesz az uniónak, ezek majd megakadályozzák, hogy a jövőben az ő nemzeti tőkés osztálya rátegye a kezét az uniós fejlesztési pénzekre. Én nem hiszek ebben. Itt az a probléma, hogy mennyire akarnak intézményi logikát nézni. Mennyire akarnak csak arra tekinteni, hogy formálisan meglegyen minden pozíció, vagy a szétválasztása a különböző hatalmi ágoknak. Hangoznak el elméletek arról, hogy jövőre nettó befizetők lennénk, ezért tudatosan táncolunk ki az unióból, és ezért hagyjuk ezt a perpatvart, de valójában 2030-ra teszik inkább ezt a fordulópontot, ahol mi már befelé csorgatunk az EU-ba. De várjál, de hogyha befelé csorgatunk az EU-ba, az azt jelenti, én értem, hogyha nettó befizetők leszünk, az azt jelenti, hogy jobban fogunk élni, mint az EU-s átlag. Hát, ha ez megvalósul, tudod, akkor igazán miért kéne? Tehát, ha majd nettó befizetők leszünk, akkor majd ki lehet lépni az unióból, mert akkor az már a mi zsebünkre fog menni, akkor az már azt jelenti, hogy az általunk megtermelt javakat nem tarthatjuk meg, nem tarthatjuk itt, hanem vissza kell osztanunk, de ha meg ez már megvalósult, és mi jobban élünk az uniós átlagnál, akkor kiléptetni az országot az unióból, és bedönteni vele a magyar gazdaságot. Mi értelme lenne? Meglétezni fog az elégedetlenség? Akkor, amikor mi már jobban élünk az uniós átlagnál, és nettó befizetők vagyunk, ami kivezesse Magyarországot az unióból? Én ezt nem látom logikusnak. Itt az, hogy az unió valójában mennyire figyel most, és megnyújtották ugye a törvényjavaslatot, és megígérnek egyébként mindent. És ez tényleg fantasztikus, hogy itt a nagy ígérgetésben ugye hirtelen eltűnt ugye az LMBTQ lobby és a hasonlók, és az avodásokat átoperálni akaró ugye lobbisták, hanem maga a kormány is ugye gazdasági szempontok és financiális szempontok mentén kommunikál. És tesz intézkedéseket, tesz javaslatokat. Például, hogy felállítanák ezt a független ugye korrupció ellenes hatóságot, amit egyébként Rogán Antal szervezne meg. Nagyon jó, nagyon alkalmas, kecskére káposztát. Hát tényleg, mint hogy Al Capone-ra bíznák az eszcsempészet felszámolását, nagyjából hasonló. Olyasmi. Volt az a keleti pap, Izraelben, Afrikában, és szerintem Oroszországban is volt ilyen szónok, nem biztos, hogy feltétlenül mindenhol egy papról volt szó, aki azt mondta, hogy azok kapják el a Covidot, akik melegek. Na most a Covid eltűnt, és érdekes módon az LMBTQ lobby is eltűnt, úgyhogy lehet, hogy nekik volt igazuk, hogyha ha egy ilyen korrelációt lehet megfigyelni. Azt akartam még mondani, hogy azért ez most két csoportra osztható törvényjavaslat vagy intézkedés, ugye november 19-ig van lehetősége a magyar kormánynak prezentálni az igyekezetét, de mindeközben, amíg ezek a hírek, addig a HVG-n megjelent egy észrevétel, hogy azt hiszem pont a HVG egyik perével kapcsolatban nekik szükségük lenne a COVID kapcsán az operatív törzs jegyzőkönyveibe való betekintésre a bíró perben, és így kb. Ahogy ők fogalmaznak, az éleple alatt korlátozták az ebbe való betekintést szinte a per érdekében, és itt azért a jogállamisághoz kapcsolódó aggodalmak igencsak felmerülnek egy ilyen esetben. Tehát miközben egyik kezével ugye megy a színház, mondjuk a bábos a függöny fölött integet a kis Paprika Jancsival, addig alul egy élő embert ver. Igen, ez megint az a probléma, hogy mennyire akarja elhinni az unió, amit a kormány állít. A Francis Fukuyamának van a Történelem vége című könyve, ami abban a pillanatban született, amikor a nyugati liberális kapitalista demokráciák ugye megnyerték a hidegháborút, és úgy tűnt, hogy akkor ez az a formáció, ez a társadalmi berendezkedés, aminél jobbat nem lehet egyébként kitalálni. Ez
90-es éveket amúgy is eltjárta egy ilyen optimizmus. A Fukuyama könyvében van egy táblázat, ami azt is tázza, hogy a Földön hogyan terjed a liberális demokráciáknak a száma. És ott van például, talán nem Honduras vagy Dominika, és a liberális demokrácia, mert hogy van egyébként ugye független ügyész, meg szét vannak választva hatalmi ágak. És amikor néztem, olvastam a Fukuyama könyvét, és néztem ezt a táblázatot, fogtam a fejem, hogy ez a formalista gondolkodás mennyire félrevisz. Mert hogy el tudjuk képzelni azt a nagyon független, ugye hondurászi ügyészt, aki nincs egyébként összekötetésben az állammal. És a, ugye a Roman Polanski Kínai negyed című filmében hangzik el, ami egy ilyen neo-noir klasszikus a 30-as évekbeli korrupt Los Angelesről, hogy te olyan embereket akarsz beperelni, akik minden második este egy bíróval vacsoráznak? És hiába van elvileg független bíróság, hogyha a bíró nagyon jó kapcsolatban van az adott politikussal, és hát Magyarországon is, hogyha megnézzük az egész médiastruktúrát, az, hogy van egy nemzeti hírközlés és médiahatóság, amelynek van egy leválthatatlan vezetője, jó fizetése 9 évig, ennél jó garanciát a függetlenségre nem lehet neki találni. Hiszen nem lehet leváltani a vezetőt, ellenőrizheti a közmédiának az elfogulatlanságát, vagy az objektivitásra törekvést. Hát amennyiben a kormány is cserélődik, tehát hogy ugye hosszabb időre jelöltük ki ezt a pozíciót, mint amennyi ideig azt várjuk, hogy majd egy kormányzó párt a hatalmon lesz, de hát nem, hanem ezek szinkronba állnak. Ez a formista gondolkodás nem tud mit kezdeni azzal, hogy hiába vannak elválasztva hatalmi ágak, hiába vannak független pozíciók, hogyha egyébként két szakkollégiumi szobából jönnek a magyar közjogi méltóságok, és ismerik egymást 30 év vagy 35 éves jó barátok. Igen. Svéd és dac szövetséget köttek. Az itt a döntő kérdés, hogy az Európai Unió nem tart-e attól, mert szerintem ez jogos, és én speciál tartok attól, hogy az uniós pénzek visszatartásával kiprovokálja a kínai hitelnek a megjelenését az Unióban. Konkrétan Magyarországon, és ezáltal létrehoz, vagy kiprovokál, egy olyan helyzetbe kényszeríti Magyarországot, amely által Magyarországnak nem is lesz más választása, pusztán, hogy fenntartsa a költségvetését, el kell adósítania magát Kínának, és annak a hitelnek, amit Magyarország Kínától felvesz, az Kínának apró pénz, Magyarországnak meg életmentő lesz, nyilván ára lesz majd. És ennek az ára bizonyára az lesz, hogy az Európai Unióban kínai cégeknek, kínai érdekeknek a lobbistájává kell, hogy váljon Magyarország, ahogyan már Oroszországgal megtette. Tehát, hogy ezzel a keménykedéssel simán kiprovokálhatja az Unió, hogy orosz ügynökből orosz-kínai ügynökké képezi át Orbán Viktort. Azért, hogyha megnézzük a Budapest-Belgrád ugye vasútvonalat, amit 1000 milliárd forintból építenek, és sose fog megtérülni. Vagy ha megnézzük ugye a Fudán konstrukciót, ahol azóta ott kiderültek ugye információk azzal kapcsolatban, hogy a kínaiak olcsóban építették volna föl, az ajánlatuk az kedvezőbb volt Magyarországnak, mint amit a magyar kormány végül ajánlott. Tehát a magyar kormány tesz egy ilyen gesztusokat. El lehet képzelni, hogy feltételezések szerint ugye milyen úton, módon, onnan és honnan vennék ki a pénzeket. És ez egy reális veszély egyébként itt az adósság csapda, mert ha bár Orbán Viktor gyakran hivatkozik arra, hogy 2060-ig ugye most már kiderült, hogy itt Fidesz hatalmat képzel el, de 2060-ban már valószínűleg már Orbán Viktor se lesz itt, és nem fog azzal törődni, hogy akkor milyen válságba kerül Magyarország, hova süllyed Magyarország, és hát közelmúltban ugye Montenegró volt az, amit annyira eladósítottak ugye Kínának, hogy az Uniónak kellett közbeavatkoznia. A Szabad Európa több résztvevővel beszélve részleteket tudott meg Orbán Viktor szeptember 10-i köcsei beszédéből. A miniszterelnök úgy gondolja, az ukrajnai háború akár 2030-ig is elhúzódhat, és Ukrajna akár területe harmadát, felét is elveszítheti. Szerinte a háború lokális lett volna, de a nyugat beszállt, ezért globálissá tette. Most pedig a szankciókkal lábon lőjük magunkat Európában, mert az ebből következő energiaválság miatt télen akár az európai ipar 40%-a is leállhat. A kormányfő kijelentette, ősszel megpróbálja megakadályozni, hogy az Európai Unió újabb 6 hónappal meghosszabbítsa az Oroszország elleni szankciókat. Megismételte azt a Tusnád fürdőn már elhangzott gondolatmenetét, miszerint 2030-ra széteshet az eurózóna, és akár maga az Európai Unió is. Ekkor a visegrádi négyek nettó befizető tagállammá válnak. Orbán Viktor szerint ekkor el kell gondolkodni az EU-tagság értelmén, és ha nem tudunk pozitív választ találni, le kell vonni a következtetéseket.
A miniszterelnök arról is beszélt, ő már 2010-ben látta, hogy a kínai államkapitalizmus milyen hatékony, ezért szeretne hasonló gazdasági modellt kialakítani Magyarországon. Erre épül unortodoxnak nevezett gazdaságpolitikája. Magyarországgal kapcsolatban elmondta, mindent meg kell tenni a népesség növekedésért, ezért két héten belül újabb családtámogatási intézkedéseket jelentenek be. Orbán Viktor szerint fontos a teljes foglalkoztatottság megőrzése, a jövedelmek értékének megóvása, valamint a gazdaság folyamatos modernizálása. Végül arról beszélt, hogy az elmúlt időszakban tudatosan nevel ki egy új generációt a Fideszben, akik jól képzettek, képesek kormányozni, és akiknek 2030 után, akár 2060-ig is el kell tudniuk vezetni az országot. A Fidesz új generációjának hatalom megtartási képességeiben én jobban hiszek, mint Dobrev Klára alkalmasságában, vagy az árnyék kormányában, és Orbán Viktor, mint delegálni képes, de mégis kontrollálni is képes vezető már bizonyított. Én azt nem látom magam előtt, hogy átadja a stafétát, vagy ahogy évekig maga mellett tart majd egy trónörököst, anélkül, hogy lennének a lojalitással kapcsolatos rémálmai, hogy nem kell-e minden nap úgy, hogy túl közel vettem magamhoz ezt a fiamat, akit egyébként nem tudom, hogy kinek a személyében tiszteljek, de talán Szijjártó Péterben. Leginkább Szijjártó Péterben. Nyilván Orbán Viktor valamilyen formában való kiesésekor mindenki úgy képzeli el az utódlást, hogy a két nagy erőközpont az Rogán Antal, illetve Lázár János személyei körül fog csoportosulni, és hát az Orbán Viktor pedig hát, mint jó politikus, meg jó taktikus és kamarilla politikus, nem választ a kettő közül, hanem egy harmadikat, aki a kifejezetten a vele való személyes kapcsolatból, az ő iránta való személyes lojalitásból vezeti le a legitimitását Szijjártó Pétert szánja utódjának. Ja, ahogy Orbán Viktor a személyzeti politikáját menedzseli, az megint csak megvan írva, tehát konzervatív realista politikai gondolkodók már írtak arról, és éppességgel Gifodor Gábornak a Kínai Enciklopédia kormányzáshoz című műve, az egy az egyben 2006-ban született az a mű, az bemutatja azt, hogy Orbán miképpen menedzseli az udvartartását. Ennek a lényege az, hogy van egy fejedelem, és hogy teljesen kiszámíthatatlan legyen minden. Mivel teljes kiszámíthatatlanság van, a fejedelem egyszer fölemel valakit, aztán elejt. De sose ejt el annyira valakit, hogy aztán ne emelje újra föl. És emiatt mindenki ki van szolgáltatva a fejedelem kényekedvének, és mindenki a fejedelem bizalmát próbálja elnyerni, mert a fejedelemen kívül ugye semmi se biztos. És ha megnézzük, hogy miként emelkednek föl szereplők, aztán miként süllyednek le. Lázár János 2010 után nagyon felemelkedett, túl magasra felemelkedett. Túl kompetensnek mutatkozott. És ezt mondom, hogy ebben nem hiszek én, hogy egy lojális és egymással hasonló befolyással bíró csoportot azt tud üzemeltetni, de egy személyt felruházni akkora hatalommal, az attól megijedt szerintem. Ahogy 2018-ban Lázár János már az ellenzéki véleményformálók számára is egy szimpatikus ellenormánnak tűnt, hogy adott esetben a Fidesz válthatja le, és akkor majd jön a nem ideológus, hanem menedzser Lázár János, és népszerű figura lett az ellenzéken és ellenzéki véleményformálók között is, akkor döntött úgy Orbán Viktor, hogy akkor Lázár János, aki addig kivonta magát a Soros ellenes kampányból, a migráció ellenes kampányból, nem szólogatott oda a brüsszeli politikusoknak, akkor Lázár János menjen ki Bécsbe, és ott rettegjen a migránsok előtt, és az egyik legcikibb performanszot megcsinálta, amikor bejelentkezett Bécsből, és ott rettegett, felfestette Bécset, mint a Mad Max-be volt ott bosszúvágy 2, hogy ott mik történnek. És aztán onnan is megbukott, ugye, kihullott, és most emelte egyébként vissza. Navracsis Tiborral ugyanez történt. Amikor Navracsis Tibor volt a képzett, kompetens politikus, az egyetemi tanár, politológus. Sőt, frakcióvezető volt. Ugye az ő tekintélyét szisztematikusan megsemmisítette Orbán Viktor az ellenzéki nyilvánosság előtt. A lényeg az, hogy ezeknek a szereplőknek a tekintélye, egy idő után a tekintélyt megsemmisítik, a szakmai tekintélyüket, hogy onnantól kezdve már az ő pozíciójuk egyedül Orbán Viktortól függjön. Orbán Viktortól nyernek legitimitást, és nem azért, mert ők jók valamiben. Navracsis Tiborból Orbán Viktor EU-biztos csinált, aminél többre azt gondolom, hogy egy magyar politikus nem nagyon viheti, mint hogy az EU-nak az egyik kvázi minisztere legyen. És EU-biztosból
pusztán mert egy interjú során Navracsics Tibor egy újságírói kérdésre azt válaszolta, az volt a kérdés, hogy mit hiányol a kormány politikájával kapcsolatban, és a Navracsics Tibornak volt mersze azt válaszolni, hogy a polgári étoszt hiányolja. És ezután Navracsics Tibor elbúcsúzhatott az EU biztosi státuszától, és hát visszalett vonva az ő szülővárosába, rá lett bízva valami nagyon olyasmi, én nem tudom konkrétan megmondani, hogy micsoda. Az Európa Kulturális Fővárosa projekt, amit ugye lesz. Európa Kulturális Fővárosa projekt, ami nagyjából megfelel annak, mint amikor a Lázár János Orbán Viktor a teniszszövetség élére vonta vissza államminiszterből. És most pedig, miután nyilván Navracsics megbánta azt, amit mondott, azt, amit tett, megbánta a hűtlenségét, a brüsszeli pénzek lehívásáért felelős miniszterré tette. Ez nagyjából olyan, mint az első felelős magyar kormánynak, a Batthyány kormánynak a Eszterházy herceg volt a király személye körüli miniszter, a bécsi miniszter. Na most lett egy brüsszeli miniszter, és ez lett Navracsics Tibor, és most Navracsics Tibor Brüsszelben azoknak a pénzeknek, pont mintha erre találták volna ki. Brüsszelből nézve európér, Magyarországról nézve még mindig jobbágy, ő lehet az, aki azt a násztáncot el tudja járni Brüsszelben, aminek a nyomán megnyílnak majd a pénzcsapok. De kérdés, hogy mennyire sikeresen, ha láttátok a csütörtök esti ATV interjúját, amit az EU pénzekről adott, akkor azért az egész gesztusából, meg a tekintetéből, hát nekem úgy tűnt, hogy bármennyire is mondják itt a magyar elemzők, hogy Orbán Viktor megint győztesen kerülett ki ebből a tárgyalásból, azért nekem úgy tűnt Navracsics Tibor, tehát ilyen tekintetet, de a Profiban és más ugye, filmekben láttam, amikor van valaki, van az ügyeskedő kisember, aki a maffia rábízó drogját elkeveri, és tudja, hogy délbe csönget a halálbrigád a hiányzó 2 kilóért. Tehát nagyjából ilyen tekintetet láttam Navracsics Tibornak az arcán. Én nem hiszem, hogy Orbán Viktor túlságosan elégedett lenne azzal a teljesítménnyel, amit eddig nyújtott. Bár ez egy zanza és kiszivárgás a Kötsei beszédéből Orbán Viktornak, ezért kicsit csúsztatás azt mondanom, hogy egy mondatban, de mégis Kína és utána közvetlenül a családtámogatás említése egy mondatban azért szomorúan komikus. Közben ugye az is kiderült, hogy hirtelen a nyugat a nagyobb felelőse a bajnak, hiszen segítséget nyújtott és szankciókat vetett ki, de ez meg megint csak egy ilyen érvelési hiba lenne, hogy de hát ki kezdte, meg nyilván hozzájárul a bajnak a meghosszabbodásához, azért csak nem kirobbantója. Azért Orbán Viktor, a Fidesz kormány és a különböző nepropagandisták viszonylag keveset bírálják Iránt, valamint Észak-Koreát, amért fegyvereket szállítanak Oroszországnak, és ezzel meghosszabbítják a háborút. Aztán itt megismételte a miniszterelnök a Tusnádfürdőn már elhangzott gondolatmenetét, miszerint 2030-ra széteshet az eurozóna és akár maga az Európai Unió is. Ez is egy kemény várakozás, de hogy... Főleg úgy, hogy 8 éven belül, tudod, 8 éven belül széteshet az Európai Unió. Ezek milyen jóslatok, és mi utal erre? Hát az, hogy például eddig is tűrték Orbán Viktornak az állandó szankciót és vétiót. Hát igen, így pontosan tőlünk, tehát azért tudok ennyit róla, mert... Lehet, hogy Orbán Viktor úgy érzi, hogy az az Európai Unió, amelyik vele szemben nem tudja megvédeni a maga érdekeit, hogy fogja tudni akár Kínával, akár Oroszországgal, de akár az Egyesült Államokkal, amely politikailag, meg katonailag nyilván szövetséges Európának, de gazdaságilag nyilván a riválisa Európának, hogy fogja tudni megvédelmezni az érdekeit. Miközben újabb családtámogatásról esik szó, az jut eszembe, hogy
hogy a korfával fennálló problémánkat, az, hogy itt nem tudom, 30-40 év múlva nem lesz miből nyugdíj, nem lesz kinek a munkájából fedezni a széles körű nyugdíjas réteget, amik akkor mi leszünk, de nem magam miatt mondom ezt most, mert én pont az a korosztály vagyok, hogy 20-30 évesekre lenne szükségünk, nem 0 évesekre. Én mindig úgy gondolnék szívesen a családtámogatásra, hogy az egy szociális intézkedés, nem pedig egy jövőre néző gazdasági intézkedés. Ha azt szeretnénk, hogy legyen, aki finanszírozza a 15, meg 30, meg 40 év múlva esedékes nyugdíjas réteget, akkor fiataloknak a migrációjára van szükség. Akkor legyen ez a díl a kínaiakkal, amikor azt a hitelt felvesszük. Ez teljes mértékben így van, és a 2000-es évek elején, ugye még az első Orbán kormány idején konkrét tervezetek készültek arról, hogy mennyi kínai betelepülését kéne segíteni Magyarországra, hogy hozzájáruljanak ahhoz, hogy kedvezőbb legyen ez a korfa, több munkavállaló legyen, és hogy pörögjön egyébként a gazdaság. Akkoriban emlékszem, hogy Csurka István mondta, hogy tényleg 1 millióan jönnek be, de ők nem kínaiak. Ugye utalt egyébként az által a vöröstengerész gyalogosoknak nevezett. Ugye. Hát jó, Csurka a szalonzsidózásnak olyan színvonalát teljesítette, amit azóta is bottal üthet a NER sajtó, pedig hát azért nekik Bayer Zsoltjaik, meg Bencsik Andrásaik vannak, de hát azért nem könnyű a mesterrel felvenni a kesztyűt. A helyzet az, hogy amikor Orbán ilyen nyíltan hívja ki az uniós étoszt, ilyen nyíltan hívja ki Európa identitását, amikor kifejezésre juttatja, hogy a 2030-ban, vagy amikor majd mi nettó befizetők leszünk, el kell gondolkodnunk a tagságunkon, hogy kvázi tényleg csak a pénzekért vagyunk benne Európában, a szabadságharcunk kifejezi, hogy mi szuverének vagyunk, és követeljük a szuverenitásunkat, meg a szuverén döntésünket, meg a szuverén identitásunkat, ami természetesen Európa ellenes, meg Brüsszel ellenes, ugyanakkor meg követeljük a pénzeket, amelyek pedig hát járnak nekünk, hogy felfejlesszenek minket arra a szintre, hogy végre kiléphessünk az unióból. Hogy az uniónak ezt tétlenül, ölbetett kézzel kellene végignéznie, és asszisztálnia ahhoz, hogy egy ország gyakorlatilag a saját, az unió átlag életszínvonalára felfejleszte saját magát, majd amint megszűnt a közvetlen gazdasági érdekeltsége a bentmaradásban, azonnal kilépjen, de addig is legalább olyan módon kérdőjelezze meg az uniónak az étoszát, olyan módon kérdőjelezze meg az uniónak az identitását, az uniónak az alapvető érdekeit, és vétózza lépten nyomon az alapvető érdekeit szolgáló intézkedéseket, akár Kínának, akár Oroszországnak az érdekében. Ezt vajon az unió meddig fogja tűrni? Tényleg ölbetett kézzel kivárja-e azt az időpontot, amikor Magyarországnak már nem lesz érdeke a maradás?